Az egyik teremben az elsősök figyelhették a bemutatót. Hallottak arról, hogy milyen hatalmas csillár van az operaházban, hány helyen tartanak előadásokat az operaénekesek, hogyan, miből készülnek a jelmezek, parókák. A kisebbeknél mindig meseoperákkal kezdünk, tehát először vagy Jancsi és Juliskával, vagy Varázs Fuvolával, aminek a mese oldalát domborítjuk ki, és egy kicsit az opera műfajáról, magáról, hogy tulajdonképpen az opera az egy zenés mese, mindegyik darabnak van egy irodalmi alapja, vagy egy történelmi alapja, és nagyon fontos, hogy ezeket megismerjük, hiszen akkor tudjuk igazán befogadni a zenét, és akkor nem idegenkedünk ettől a műfajtól, hogyha tudjuk, hogy hol játszódik, mikor játszódik, kik a szereplők, és mi a történet maga. Egészen más hang szólalt meg most, mint amiket énekórán megszoktak egymástól, vagy a tanítójuktól. Akkor mindig elcsodálkoznak azon, hogy milyen hangos ez a műfaj, és mi használunk mikrofont az opera színpadon, csak a hangfelvétel rögzítése véget esetleg, de elmondok akkor egy nagyon aranyos történetet. Egy harmadik osztályos kislány hazament, és azt mondta, apa, anya, nem fogjátok elhinni, ma volt nálunk egy opera énekesnéni, és nekem nagyon tetszett, nagyon szépen operált. Így aztán ez nekem rögtön feladta a leckét, hogy az első, amit tisztázni kell, hogy nem operálunk, bár ez az opera szó nagyon hasonlít ehhez, mert mi áriázunk az opera színpadon, de nem is mondott butaságot, mert igenis van egy másik értelme ennek a szónak, a lélekkel akarunk operálni, vagyis hatni akarunk a lélekre. A másik opera nagykövet a másodikosokhoz mehetett mesélni szerepeiről, fellépésekről, próbákról. Itt Kalocsán most már visszatérő vendégek vagyunk. Múlt hónapban is voltunk, illetve október óta ez rendszeres, sőt a tavalyi évben is jártunk már, és most az a terv, hogy minden hónapban egyszer ellátogatunk kolléganőmmel együtt, és újabb és újabb osztályokkal ismertetjük meg egy kicsit a opera világát, hogy próbáljuk közelebb. Ez a mi küldetésünk, hogy közelebb hozzuk az általános iskolásokhoz, felső tagozatosokhoz is, alsó tagozatosokhoz is ezt a műfajt. Előfordult már, hogy egy-egy ilyen bemutató után vettek jegyet opera előadásra családok. Amit mindenképpen szoktunk ajánlani piciknek, tehát az alsóbb tagozatokban az a Varázs Fuvola, amit jó, ha minden kisdiák megismer, és az nagyon közel áll a mesevilága, annak a mesevilága. Persze a komoly mondani valói is vannak ennek az operának, de a gyerekekhez nagyon közel álló mesevilága is van, és a zenéje pedig csodálatos. Úgyhogy van olyan opera nagyköveti előadásunk is, amikor külön erre az operára, a varázsfúvolára, Mozart varázsfúvolájára készítjük föl a gyerekeket, ismertetjük meg velük ezt a szép operát. Közel 10 éve zajlik ez a program. Így nagyvárosokba és kisfalvakba is eljuthat az opera.